Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk az apiterápia lesz, vendégem pedig Antal István méhészmester. Szervusz, tisztettel köszöntelek. Mielőtt elfelejtem, igen, a Szent István Mézlovagrend újdonsült tagja, ott jártunk a lavatáson, ez is ott volt nálad. Köszönöm. Azt szépen. Hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, mert a Mézlovagrend is nagyon sokat tehet azért, hogy a méz olyan szerepet játszhasson, amit megérdemel, illetve hát a méhésztársadalom. Amiről viszont beszélnünk kell, az az apiterápiás ház. Idestova 3 esztendeje ott voltunk, nem az avatáson, hanem a felszentelésén a háznak. Ugye ez az ország legnagyobb apiterápiás háza volt akkor, és hát az egyedülálló volt ez a kezdeményezés, amit 2016-ban tettél, Fejér megyében legalábbis, hiszen egy fantasztikus történet. Ugye az apiterápia a méhek által előállított anyagok gyógyító célú felhasználását jelenti. Erről fogunk beszélgetni, hiszen mondom, ez egy áttörés volt, hiszen olyan betegségeket gyógyít, olyan fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében is, tehát nem csak a gyógyításban, ami egyedülálló. Honnét jött a gondolat? Hiszen ez egy ősi mesterség a méhészet, legalábbis így van. De azt gondolom, hogy amikor egy méhész így gondolkodik, akkor azért eszembe jut nekem az az ősi, régi, hogy méh plusz ész egyenlő méhész. Na, nálad hogy jött ez? Hát ez nálam úgy jött, hogy több mint 30 éve méhészkedem, és 2006-ban méhészmesteri címet szereztem és nyertem el, és mindig szerettem volna valami pluszot adni a méhekkel kapcsolatban, nem csak a méztermelés, mindig motoszkált bennem valami hogy többet adni a méhekkel. És körülbelül 10 évvel ezelőtt egyszer hallottam róla, hogy létezik egy úgynevezett kaptárlevegő terápia. És motoszkált a gondolat, mindig érdeklődtem utána, nem tudtam vele közelebbi kapcsolatba kerülni, és olyan szerencsém volt, hogy 7 vagy 8 évvel ezelőtt Németországban, Stuttgart mellett jártam, és egy falu végén láttam egy csodálatos, szép kis házat, amiből repültek ki a méhek, és hát azonnal megálltam. Szerencsémre ott volt a tulajdonos, és ő elmondta, hogy ez egy kaptárlevegős gyógyító ház, és hogy milyen csodálatos intézmény, és hát én azonnal mondtam, hogy én megérkeztem, én ezt szeretném csinálni. Ez egy fantasztikus jó érzés volt tényleg bent a házban lenni. És hát ez egy nagyobb kaliberű ház volt. Tényleg azt lehet mondani, hogy lakóház nagyságú, rendkívül sok méhecskével, több helyiséggel, és egy komplexebb intézmény. És hát ennek a nyomdokain indult el a dolog, hogy megvoltak az elképzelések, megvolt a példa, és 2016-ban valósult meg gyakorlatilag a ház, és mint utólag kiderült, én megépítettem az ország legnagyobb apiterápiás házát, erről én nem tudtam. Időközben beléptem a Magyar Apiterápiás Társaságba, ahol rendkívül sok információt kapunk, és tényleg az ő irányelveik alapján működik a ház, és tényleg mindig konzultálunk, hogy mik azok az újabb kutatások, amik történnek a világban ezzel kapcsolatban, és mindig újabb információkat kapunk. Ma már leszögezhetjük, hiszen ezt, hogy ősidők óta alkalmazzák a megelőzésre és az egyes betegségek kezelésére, ugyanakkor fontos, hogy hogy a méhészeti termékek miként tartalmazzák. Gondolok itt a méz, a virágpor, a propolisz, a méhpempő, méhméreg, ez mind-mind segít az embereken. Eddig, tehát ezt nyilván ennek utána néztél, és eddig ezt itthon Magyarországon nem használták. Így van. Érdekes, hogy ez valahogy kimaradt a méhészeti termékekkel történő gyógyításból. Ugye mind tudjuk azt, hogy ha valakinek ajánlunk, mint méhész, egy jó vegyesvirág mézet, hogyha fáj a torka, és teában, mézes teában fogyaszd el, akkor már egy apiterápiát hajtunk végre. Mert egy méhészeti termékkel történő gyógyítást hajtunk végre. De azért ez kicsivel több annál. Ez kicsivel több. Ez egy nem kicsivel, sokkal több. Ez egy komplexebb dolog, de már ez is apiterápiának minősül. És
Ez valahogy kimaradt, és hát azért voltak ennek előzményei, ahol már voltak leírások a háború előtti időszakból, hogy próbálkoztak apiterápiás házakkal, csak valahogy talán most úgy is, hogy annak a 40 évnek, ami a történelmünkben volt, valahogy elnyomták ezeket a törekvéseket, és lehet, hogy ez miatt, de valahogy kiveszett a köztudatból ez a gyógyítási forma. És hát vannak nagyszerű természetgyógyász doktorok, akik ezeket visszahozták, és újra köztudatba kezdik behozni. Mielőtt várk is megkérdezni, hogy miért apiterápia, az apis a méhet jelenti, a terápia meg önmagában a gyógyító tevékenységet. Hogy gyógyít ez a terápia? Tehát mert ugye nehéz elképzelni. Talán azt tudnám mondani az átlag embernek, aki még nem találkozott vele, valószínű, hogy a sószobával többen találkoztak, mint egy intézménnyel, vagy talán többet hallottak róla. Na most ez ugyanúgy néz ki, mint egy sószoba, csak itt a méhek adják a gyógyító energiát. Igazából a gyógyítás három összetevőből áll össze. Egyszer van az úgynevezett kaptárlevegő. Ezt a méhészek jól tudják, hogyha kinyitunk egy egészséges kaptárt, akkor egy édes, fűszeres illat csapja meg az órunkat, ami rendkívüli módon jól esik az embernek. Ez mikroszkopikus méretben tartalmaz mézet, propoliszt, virágport, pempőt, méhmérget, szóval mindent, amit a méhek az életük során körülveszik magukat vele, és ezt az édes illatot, édes fűszeres illatot, ezt bekering a háznak a légterébe. 12 méh család van betelepítve a házba, és... Bocsáss meg, időközben látjuk természetesen ezt, hiszen azért ott jártunkkor ezeket a képeket megőrizzük, mert hogy látványnak sem utolsó. Igen, köszönöm, kérlek, folytasd. Köszönöm szépen. És igazából olyan anyagok és olyan illatok keringenek a házban, ami jól esik az embernek. Aztán a második, a gyógyításnak a második szegmense egy úgynevezett biorezonancia, ami azt jelenti, hogy elméletileg olyan 70 kg élősúlyú méh van jelenleg csúcsidőben a házban. Ez hány családot jelent? Ez 12 méh család, ezek nagyon erős családok. Méhészeti technológiákkal úgy felerősítem a méh családokat, hogy nagyon nagy népességű családok legyenek. És ezek olyan, ugye méhek zsonganak a kaptáron belül, és ők olyan rezonanciákat bocsátanak ki, hogy a beteg szervezetnek a lecsökkent rezonanciáját felemelik egy egészséges szintre. Ha ráfekszünk, úgynevezett, ha ráfekszünk a kaptárakra, ja, még az fontos leszögeznem, hogy maga a ház méhmentes. Mikor azt mondjuk, hogy belül van a házban a méhek, akkor ez úgy igaz, hogy igen, ott vannak, de egy rostaszövettel le vannak választva a légtértől, és nem látunk röpködő méheket. Gyakorlatilag teljesen biztonságos. És mikor valaki felfekszik a kaptár tetejére, akkor érzi, hogy ez a borzasztós nagy mennyiségű méh átzsongatja a testét, átrezegteti a testét. És tényleg jó hatása, és jó, nagyon jó érzés az, hogy ottan bizsereg a testünk. Időközben láttuk a másik bejátszón is, hogy abszolút természetes körülmények uralkodnak. Tehát itt a tisztítás semmiféle kemikália nem, ez abszolút. És ráadásul, ahogy olvastam, hogy minimális az energiafelhasználás, az elektromosság is, hiszen az zavarná a méheket. Így van. Van elektromosság a házban, mert azért egy ekkora épületet nem lehet elektromosság nélkül hagyni, de mikor vendégek vannak a házban, akkor teljesen nullára lekapcsoljuk a villanyt, nincs elektromosság a házban. Sőt, kütyümentes övezetté nyilvánítottam a házat, azt nem kell azt hiszem mondani. Próbáljanak meg az emberek egy órát eltölteni Facebook nélkül, mert a mobiltelefonok, a tabletek olyan mikrosugárzást bocsátanak ki magukból, hogy teljesen megzavarják a méheknek az életét, és egész más frekvencián dolgoznak onnantól kezdve a méhek.
fontos kérdés, hogy a méhek aktív időszakában, tehát ez tavasztól őszig tart. Igen. És arra figyeltem fel, hogy egyre többen választják ezt, akár kikapcsolódásul is, így mert van. Hogy ez egy egészen különleges. Hogy oszlanak meg a korosztályok? Nagyon sok gyerek van, akik pici gyerekek, aszmás allergiások, krupposok. Ezek a gyermekeknek például az óvodába történő beilleszkedésük sokszor azért nem tudnak beilleszkedni az óvodába, mert rövid időn belül elkapnak mindenféle légzőszerű betegségeket, és utána otthon kell nekik tölteni jó időt. És hogyha nyári időszakban fel van erősítve az immunrendszerük ezeknek a gyerekeknek, és tényleg úgy mennek bele az őszbe, hogy egy megerősödött immunrendszerrel, akkor nehezebben kapják el azokat a betegségeket, amit amúgy az ősszel teljesen hétköznapi dolog, hogy egy pici gyerek elkap. Ugye nem feledhetjük, és akkor kicsit nézzük meg a mézet mélyebben, hogy a természetben fellelhető legtökéletesebb tápanyag a méz. Így van. Több mint 190 féle aktív tényezőt tartalmaz. Tehát én azt gondolom, hogy erre mi általában nem gondolunk, hiszen csak az édességére, meg az összes többire, meg ilyen esetekben természetesen a gyógyító hatásaira, de azért erősítsük meg, hogy a legfontosabb a szív- és érrendszeri betegségeknél lelhető fel. Így van, így van. Hát a méznek az összetevői, azok egy élő anyagról kell beszélnünk, mikor mézről beszélünk. Annyi vitamint, annyi nyomelemet, és még vannak olyan dolgok, amiket még talán a tudomány még fel se fedezett, de szóval nem csak egy élelmiszer, hanem tényleg azt mondani, hogy gyógyszer is a méz, meg mindenféle méhészeti termék. Ugye mi elsősorban édesítőszernek használjuk cukor helyett, de azért rengeteg ásványi anyagot, aminosavat, szénhidrátokat tartalmaz, hormonokat, enzimeket, tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb élelmiszer lenne, de ez talán most ebben az időszakban majd elindul, mert én azt hiszem, hogy te mindenképpen jó úton jársz. A felnőttek milyen arányban vesznek részt az ilyen kezelésekben? Hát vannak visszatérő vendégek? Igen, vannak aktív korúak is, akik tényleg szeretnének valami olyat tenni a szervezetükkel, amit idáig nem tudtak megoldani. Vannak idősebb emberek, olyan krónikus betegségben szenvedők, akik tényleg ilyen krónikus köhögések, és tényleg nem tud évekig megszabadulni tőle, és most a rövid időn belül azt mondja, hogy rövid időn belül történt valami a szervezetében, és jobban érzi magát. Ezen kívül most a koronavírussal kapcsolatban jöttek olyanokat látok, vagy olyanokat tapasztalok, hogy visszamaradt olyan, hogy alvászavar. Visszamaradt olyan, hogy érzi, hogy a levegőt nehezebben tudja venni. Nem tudta megmagyarázni, de azt mondja, hogy könnyebben kifullad. És akkor állandóan légszomjjal küzd. És jobban érzi magát egy-egy kúra után, mert tényleg megnő a légzéskapacitás, és valahogy a légzőszer kitisztul, és jobban tudja hasznosítani az oxigént. Igen, hát ebben a stresszben terhelt világban rendkívül fontos, mert ez, ha ki oda kimegy, az szinte bizonyos, hogy egy olyan stresszmentes környezetet talál, ami a javára válik a későbbiekben. No, hát hiszen a fizikai ellenálló képességünket is segíti. Viszont én azt gondolom, hogy ez figyelemfelhívásnak ez így tökéletes volt, annál is inkább, mert hogy ugye tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak ott, hála Istennek, tegyük hozzá. Viszont fontos, hogy beszéljünk magáról a mézről. Ebben a szélsőséges időjárásban, az elmúlt időszakban rosszabbat nem is mondhatunk, szélsőséges volt, változékony. A tavasz a repcétől, az akáctól, azt hiszem, hogy ez a méhészek dolgát alaposan megnehezítette, hiszen a méhcsaládokról ne is beszéljünk. Mi történik az idén a terméssel, hiszen én azt olvasom egyik oldalról, hogy nyugodtan lehetne akár kétszeres az ár, mert hogy jó néhány méhészet tönkrement, nyilván nem a nagyok,
de a nagyokat is nagyon súlyosan érintette, hiszen elfogyott az akácvirág, alig van akácméz, ami ugye egyedülálló a magyar akácméz Európában, a világon, mondhatjuk így. A repce sem olyan, mint az elmúlt esztendőben. Mit tehet ilyenkor a méhész? Hát a méhész teszi a dolgát. Tavasztól kezdve ugye készülünk, bármilyen is az időjárás, készülünk arra, hogy bizakodunk benne, hogy jó termésünk lesz, és hogy lesz termésünk. Igen, a koratavaszi aszályok a repcének tettek oda, láttuk, hogy milyen volt a repce növény a tavaszi időszakban, és hogyha visszagondolunk, akkor április elején még kemény fagyokkal kellett számolnunk. Gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy április 10-éig még szinte minden reggelre fagyott. És mikor megkongatták a vészharangot, hogy a második év lesz, hogy akácméz nem fog terelni, mert tavalyi évben szinte 100%-osan elfagyott az akác. Hát az idei évben is ez történt, csak valami csoda folytán hullámokban fagyott el. Regionálisan nem minden területen fagyott el az akác, és egyes helyeken, ahol véletlenül nem érte akkor a fagy, ott megmaradt és szépen adott nektárt. És érdekes, hogy egyes helyeken nagyon jó termésről számolnak be a méhészek, másik helyeken meg tragikus, és tényleg nem lett mézük, akácmézük a méhészeknek. Szóval igazán azt lehet mondani, hogy teljesen rapszódikus az, hogy lett, vagy nem lett a akácméz. Vegyes virágméz, mert azért a mezők se olyanok voltak, mint amit megszoktunk az elmúlt időszakban. A tavaszi időszakban főleg repcével számolunk. A tavaszi virágok azok egy kicsit később időszakban jönnek, de nem lett olyan, nagyon nagy volt az asszály, és akkor utána meg hirtelen bejöttek ezek a hideg esők, amik tényleg az volt, hogy volt nedvesség, de a nektárképződéshez melegre is szükség van. És hogyha az nincs meg, akkor hiába van csapadék, nem ad nektárt a növény. Az akáccal kapcsolatban meg még egy probléma fennáll, ami egy kicsit minőségi probléma, hogy átnyúlott szinte júniusban a virágzása az akácnak. Mm-hmm. Ha belegondolunk, még egy héttel ezelőtt még lehetett látni akácvirágot. És a keskeny levelű ezüstfa, magyarul népies nevén az olajfűz, az, vagy olajbogyó, vagy ismerjük ezt a növényt, ez egy invazív növényünk különben, az is elkezdett virágozni. És az méhészeknek ki kellett venni úgy az akácot, hogy az tiszta tudjon maradni, hogy ne horják bele ezt a keskeny levelű ezüstfát. Igen, hát én nemrégiben Budakajtóról jártam, itt egészen másügyből, tehát a gyümölcstermesztőket látogattam meg, és hát azért ott ők is panaszkodtak, hiszen egy az egyben megfagyott az őszibarack, a kajszibaracknak nagy része, és néhány helyen, ugyanúgy sávokban, ahogy említetted te is, az összes többi. Így van. Nagyon érdekes időjárási körülményeket produkált. Ez mennyiben befolyásolja egy méhész évét? Nagyon azt tudom, csak hogy pontosítsunk. Hát, mikor arról beszélünk, hogy ugye az árviszonyok miatt szinte azt lehet mondani, hogy az akácvirágzás vagy az akácméz adja az árbevételnek szinte 40-50%-át. Ezzel szerintem elmondtam mindent. Hogyha egy akácméz termés kiesik, akkor utána lehet bármilyen termék, az már nem fogja visszahozni azt a bevételt, amire szüksége van egy méhésznek. Így van, hát Magyarországon és a környező országokban is ízben, mennyiségben, minőségben is az akácméz, ami... Így van. És valami érdekes, hogy az akác itt talált egy olyan hazára, ugye, mint talán tudjuk, hogy az akác is egy invazív faj, de olyan régóta itt él Magyarországon, hogy a táj részévé választották, és táj része lett, és az akác az annyira
annyira olyan növény, ami tényleg nagyon kényes az időjárási viszonyokra. És hála Istennek, ha már egyszer megúszta a kivágást, ugye, mert az uniós törekvés az volt, hogy az akác szabaduljunk meg tőle. Így van. De azért mi tudjuk, hogy az akác nagyon-nagyon fontos, mint ahogy fontos számunkra a méz is. Nos, hát én itt búcsúzóul tőled azt kívánom, hogy azért a következő év ne ilyen legyen. Mi más kívánhatnék, az pedig bizonyos, hogy őszig nagyon sokan látogatnak el az Iszka-Szentgyörgyi út környékén az apiterápiás házba, mert azt hiszem, hogy ez mindenkinek megéri, kicsinek, nagynak, így családoknak. Van, minden, családoknak, mindenkinek. Anyukáknak, nagymamáknak. Így van. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a műsorunkat. Második alkalommal rendezték meg Kápolnásnyéken a Nyéki Sörfesztivált. Az ünnepségen felavatták a névadó balatini Braun Arthur domborművét. Nézzük meg az erről készült bejátszást. A nyéki sörgyártó Kápolnásnyéki Belatini Sörmanufaktúra is csatlakozott idén a Nyitott Főznék napja programsorozathoz. A sörmanufaktúra az egykori velencei pezsgőgyárosról, országgyűlési képviselőről kapta nevét. Belatini Braun Arthur közgazdász, bornagykereskedő és pezsgőgyáros volt. Velencei pezsgőgyárában a helyi borból készült dominó és belatini habzók az 1900-as párizsi világkiállításon aranyérmet nyertek, de a család likörgyárában alkották meg a Hubertust is. Mindig kivételesen fontos kérdés, hogy milyen indítatásból indul el egy vállalkozás. A Nyéki Sörfőzde siker, sikersztori. A tavalyi első sörfesztivál is bebizonyította, és azt hiszem, hogy ezt most már a köznapi ember, a sörkedvelők, emberek is tudják. De honnét van az indítatás, és milyen megerősítést kap, hogy folyamatosan fejlődni tudjon? Azt gondolom, hogy itt a tó környékén a sörfőzdének igen erős itt a megjelenése, pont azért, mert borok, azok nyilván itt az egyeki borvidék, egyek-budai borvidék mellett azok nagyon népszerűek, de hogy itteni sör az még nem volt. Az indítatásunk ugye az volt, hogy akkor egy itteni vízből, egy alapvető alapanyagokból egy mindenféleképpen jó minőségű, prémium minőségű sört tudjunk készíteni. Ha pedig azt kérdezi tőlem, hogy mi volt az indítatás ebben az egész vállalkozásban, hát ugye nyilván mindannyian pénzt szeretnénk ezzel keresni, de azt gondolnám, hogy az értékteremtés az mindenképpen a legfontosabb itt egy minőségi termékkel. Az értékteremtéshez hozzátartozik, hogy ha valaki minőségi terméket kíván ezen a piacon előállítani, akkor nagyon oda kell figyelni az alapanyagokra, illetve hogy milyen sört készítsenek. Hogy indultak ebben a kérdéskörben? Hát ugye mindenképpen arra törekedtünk, hogy a minőséghez a legjobb minőségű berendezéssel indítsuk el a termelést, ami azt gondolom, hogy egy világhírű terméksorozat, vagy egy világhírű gyártónak a berendezését használjunk, ami azt gondolom, hogy alapvetően biztosítja a profi minőséget. Azzal, hogy az alapanyagokban is igyekszünk mindenhonnan a legjobbat megvenni, Németországtól, akár Csehországon keresztül azokat a malátákat, komlókat, ami a legjobb minőséget hozzák, ez megint azt gondolom, hogy ahhoz járul hozzá, hogy egy jó minőségű terméket csináljunk. Plusz, ami a berendezést még egy picit, még prémiumabb fokra emelni, azt gondolom az, hogy ugye a kútvizünket pedig egy különleges berendezéssel megtisztítjuk, és ez a berendezés egy olyan technológiai alapanyagot ad már vízben is, amit csak mi tudunk előállítani. Ennek tükrében hogyan lehet meghódítani a vásárlókat, hiszen azért tudjuk, hogy bár nem sörivó nemzet a magyar, de azért most már felzárkózunk, és azt gondolom, hogy a jó minőségű, prémium minőségű sörök rendkívül népszerűek. Pontosan így látjuk mi is, hogy megvan az a vásárló réteg, megvan az az igény a vásárlók részéről, hogy minőségi söröket, jó alapanyagból olyan termékeket fogyasszanak, amik tényleg nem tömegcikk, és jó minőségű áru legyen. Csodálkoznék, ha nem lenne egy hiteles, valóságos jövőképe. Nyilván az a jövőképünk, hogy itt a tó környékén ezzel a kézműves termékkel mi is hozzátegyük azt, ami itt lokálisan, akár a borokkal, vagy akár az egyéb kézműves termékekkel mondjuk el tudják hódítani a piacot. Ez mi ezt ugyanúgy sörben hozzá tudjuk tenni itt a környék kereskedelméhez. Ugye a mondás az úgy szól, hogy gondolkozz lokálisan, cselekedj globálisan.
Mi meg az első lépésnél tartunk, mi először lokálisan gondolkodunk, de a terveink között ott van a globalitás is, tehát hogy minél népszerűbbek legyenek, és minél többet tudjunk belőle értékesíteni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!